Filóné Ferenc Ibolya Bonyhád polgármestere köszöntötte az Idősek Világnapja alkalmából a gondviselés időskorúak otthon alakóit. Az itt élő szépkorúak nem csak ezen az egy napon, hanem egész hónapban ünnepelnek. Nálunk az idősek napi megemlékezés az nem egy napra korlátozódik, hanem mi idősek hónapját tartunk itt az otthonban, ami azt jelenti, hogy a szokásosnál is színesebb és gazdagabb programokkal várjuk, vagy kedveskedünk a lakóinknak. Ugye akár a városi rendezvény ennek egy meghatározó része és egyben nyitánya is minden évben. Most már mondhatjuk azt, hogy sok éve állandó jelleggel jelen vagyunk, viszonylag nagy létszámmal. Ezen túl pedig tényleg a legkülönfélebb programokon, a pizza partin át, a vetélkedőkön, ki mit tud vetélkedők, és zsíros kenyérparti, harmonika szó, tehát tényleg igyekszünk az egész hónapot megtölteni úgy, hogy heti 2-3 olyan program legyen, ami egy kicsit kizökkenti lakóinkat a mindennapok monotóniájából. A mai nap volt az a nap a programsorozat keretében, amikor a lakóink készültek egy programmal, egy műsorral a vendégeinknek, és tulajdonképpen ez egy bakancslistás üzenet volt, nagyon komoly tartalommal egyébként, és nagyon komoly gondolatokkal. Zsóknél Müller Natália mentálhigiénés munkatársunk felkészítésében. Ugye ez egy felépített koncepció része, tehát ők pontosan tudták, hogy mit takar a bakancslista, és ehhez szánták az üzenetet, a gondolatokat. Ne agyalj az életeden, vajon kárba vésze. Hisz eljutsz mindenhova, ha izzó a vágyad. Gazdagság és siker járhat nyomodban utánad. Pál Istvánné 10 éve lakik az otthonban. Hát ilyen öregséget kívánok mindenkinek, nem jó szívből kívánom. Mindenünk megvan, tessék elhinni. Nem kell sem mosogassunk, se főzzünk. Elénk teszik az ételt, elviszik onnan. Amit kívánunk, mindent megadnak. Nagyon aranyosak. És olyan főnökasszonyunk van, ha egy hajszál a földön van, az nem azt mondja, hogy vegyék föl, lehajlik és fölveszi. Nagyon aranyos. Minden kívánságunkat teljesítik. Azt mondja, a társaság is nagyon vegyes és színes. Idősek vagyunk. Sokat voltunk otthon egyedül, és most úgy gondoljuk, hogy az enyém az igaz, pedig nem így van. Mindenkinek igaza van. Van, mikor összezördenünk, utána akkor leülünk, és megbeszéljük, jön a főnökasszonyunk, és megbeszéljük. És akkor csend van, béke. Kicsit duzzogunk, puffogunk, mert nem úgy van minden, ahogy mi akarjuk. Nem is lehet, de utána meggondoljuk, hogy hoppá, nem így kellett volna. De már késő. Nekem sajnos nagy szám van egy kicsit, ez így igaz. Én nem mondom a hátam mögött, én megmondom a szemébe, nem. Egy rész jó, másrészt nem jó. Utána nagyon megbánom, de már késő. Azt mondják, hogy a pap is holtig tanul, de mi öregek is sokat tanulunk. Ami úgy gondolom, hogy rendjén van, igaz. Nem tervezünk előre ilyesmivel, hiszen éppen elég negatív impulzus ér bennünket, mi igyekszünk a pozitívra koncentrálni, tehát annak örülünk, ami ma van, igyekszünk a napokat megélni. Azt, hogy a holnap mit hoz, ahhoz pedig meg majd igyekszünk a tőlünk telhető módon alkalmazkodni és igazodni. Az árcságot nagyon nehezen viselték, ugyanúgy, ahogy szerintem mindenki más, bár az egyik nénink fogalmazta meg talán a legtartalmasabban. Ő azt mondta, hogy igen, nagyon nehéz volt az árcság, a család nélküli lét, vagy az ismerősök nélküli lét, ugyanakkor el sem tudja képzelni, hogy egymagában neki otthon milyen dolga lett volna, vagy hogy azt hogyan viselte volna. Még a vetélkedők vannak folyamatban, ki mit tud, és ilyen kvízjátékok, tehát egy kis érdekességek, illetve pályaorientációs nap keretében iskolás diákokat fogunk fogadni, egy kis érzékenyítés, egy közös programra, ahol az időseinkkel együtt egy kis kreatív tartalmat igyekszünk bele tömöríteni a programba. Az idősek számára a fiatalság az valahol
mindig az öröm forrása, és abszolút energiával és jó érzésekkel tölti fel az idős embereket. Ugyanakkor szerintem ez fordítottan is igaz, hiszen ők viszont határtalan mennyiségű szeretetet tudnak adni, aminek egy gyerek mindig örül. Nálunk azért nagyon tartalmas mindennapok vannak, tehát azt gondolom, hogy tehát erre lehetőségünk is van, hiszen egy pici közösség, és 16 lakónk van összesen. Igyekszünk minden napot maximális tartalommal megtölteni. Vetélkedünk, tessék elhinni, úgy oda kell figyelni, hogy bizony oda kell az eszünket tegyük, hogy nyerjünk, mert mindenki akar nyerni. Mindegyik csoport. Elosszák 5 csoportra a brigádot, és akkor mindenki nyerni akarunk, nem akarunk utolsók lenni. Akkor olyan jó dolog, mikor mondják, hogy Pálnék a másodikok. Akkor jelentkezem, hogy Pálné vagyok. Jó dolog.